Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt, nagy a kávé után, a kormány mögött... Na jól van! Drága hallgatók, köszönjük szépen az egész éves kitüntető figyelmeteket. Nagyon drágák vagytok a sok-sok karácsonyi üdvözlettel. Nyilván ezeket nem szoktuk azért beolvasni, mert mi nem szeretjük ezt a nagyon önhájpolást, de láttuk az összeset, úgyhogy mindenkinek mi is nagyon boldog ünnepet kívánunk. Két ünnep között best of van. Január 5-e talán az első munkanap, és akkor mi is munkába állunk, úgyhogy reggel 6 órakor kezdünk. 5-én jövünk? Azt hiszem, január 5-e jövünk. Majd dobjatok egy SMS 4-dik. Mindenképpen. Jó? Érezzétek nagyon jól magatokat, élvezétek ki az ünnepeket, süssétek egymásnak süteményt, gitározzatok. És mondjatok verseket. Gábor, abszolút veled vagyok. Néha férfiak is beszélhetnek érzelmes dolgokról, de azért mert neki egy gómisivatag a lelkednek, a két embernek, ne törődj vele, én értem. Igen, én értem. Még egy tárat. Nem látta valaki a puskámat? Nagyon szépes, Gábor, Gábor, ide, hogy néha férfiak is meghatódhatnak, sírhatnak és beszélhetnek érzelmes dolgokról. Járműről? 10 óra, úgy pontosan 2 percen mindenkinek nagyon boldog ünnepet kívánunk, január 5-én jövünk. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.